Kedves érsek atya, paptestvérek, kedves testvéreim! Arról hallottunk, hogy a tanítványok csónakja viharba keveredik az éjszakán. Óriási hullámok halálra rémülnek. És egyszer csak megjelenik Jézus, és azt mondja, én vagyok, ne féljetek. Hányszor a mi életünk csónakja is viharba keveredik. A hazánk csónakja, a világhajója, az egyházé. Hányszor úgy tűnik, hogy óriásiak a hullámok, hogy bajban vagyunk, egyedül vagyunk. Meg tudjuk-e hallani ilyenkor, meg tudjuk-e látni Krisztust, aki nem hagy el, aki hozzánk is odalép, és azt mondja, bízzatok, én legyőztem a világot. Ne félj, te maroknyi nyáj. Atyátok úgy látta, hogy nektek, úgy látta jónak, hogy nektek adja az országát. Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, helyet készítek nektek. Tudom-e hallani és látni Krisztust akkor, amikor viharban, hullámok között van az életem hajója? Tudjuk-e élni azt a bátor, életerős hitet, amit Bódi Mária Magdolna élt? Nem könnyű időkben. A világ legtermészetesebb dolgaként gyalog, szívesen ment több mint 10 kilométert egy-egy szentmiséért. Akkoriban a szentségi böjt miatt éjféltől kezdve étlen. Vagy gondolhatunk arra a pillanatra, amikor szűzességi fogadalmat tesz, tisztasági fogadalmat. Vagy emlékezhetünk arra, hogy a sok gyermekes édesanyákat segíti, látogatja. Egyáltalán nem jómódú. És mégis úgy érzi, hogy adnia kell, segítenie kell. Vagy ahogyan vezeti a dolgozó lányoknak az egyesületét. Vagy ahogyan látogatja a kórházban a sebesülteket, és otthonaikban a betegeket. De gondolhatunk Szent II. János Pál pápára is, aki újra és újra ezt kiáltotta a világnak, ne féljetek, nyissátok ki, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt. Az ő hatalmas, életerős hite az egyik legfontosabb tényezője volt annak, hogy a kommunista diktatúra rettenetes falai összeomlottak. És ezt az életerős, bátor hitet élték az első keresztények is, akik 300 év alatt meg tudták hódítani eszköztelenül, igen gyakran az önfeláldozásukkal, vértanúságukkal a római birodalmat. Benedek pápa nagyon sokat töprengett azon, hogy mi lehetett a titka az első keresztények hatalmas életerős hitének. Hogyan tudnánk ezt eltanulni? Hogyan lehetne az egyházunk ma is életerős? És azt mondta, hogy főleg három oka van annak, hogy az első keresztények hite annyira bátran, életerősen terjedt. Az elsőt így fogalmazta kicsit különlegesen, hitték, amit hittek. Szemernyi kételjük, afelől, hogy Isten létezik, hogy a világ nem csak úgy magától van, hanem a teremtő Isten remek műve, csodája. Vagy, hogy a Biblia nem csak emberi bölcsesség, hanem valóban Isten igéje. Jézus nem csak egy bölcs és nagy ember, tanító, hanem valóban az élő Isten fia. Hogy a szentségeink hatékonyak, az erkölcsi parancsok jók, nem ellenünk vannak, nem gúzsba kötnek, hanem fölszabadítanak, hogy van örök élet.
Az első keresztényeknek a hitük alaposzlopaiban szemernyi kételyük nem volt. A kereszténység úgy jelent meg az ókor végén, mint egy végtelenül logikus, gyönyörű, vonzó világnézet. Egy erős, nagyon sokakat értelmes, intelligens embereket vonzó világnézet. Nagyon sok művelt római ezért csatlakozik a kereszténységhez. És Benedek pápa azt mondta, hogy sajnos a mai kicsit megfáradt nyugati kereszténységünk ezt az intellektuális biztonságot, erőt nagyon nagy mértékben elveszítette. Rengeteg keresztény ember van, aki a hite legalapvetőbb igazságaiban gyökeresen kételkedik. Magának sem tudja igazából megmagyarázni, még kevésbé másoknak. A kereszténység belülről gyengült el. Igen gyakran nem tudjuk egy vonzó, bátor, gyönyörű, logikus világnézetként átadni. Aztán Benedek pápa azt mondta, hogy a második ok az volt, hogy hiteles volt az életük. Szerették egymást. Így mutogattak rájuk, nézzétek, mennyire szeretik egymást. Segítették a szegényt. Embernek kezelték a rabszolgát is. Ha kellett, vállalták a legszörnyűbb kínokat, a vértanúságot. Hiteles volt az életük, ragyogó. És végül a harmadik ok, ami miatt annyira hatékony, erős volt az első keresztények hite, hirdették az evangéliumot. Az első 300 évben ezt elsősorban nem is papok tették, mert erre nem is volt lehetőség. Nyilvános templomai az egyháznak nem voltak. Nyíltan prédikálni nem lehetett. Világi emberek hirdették. Édesapák, édesanyák, kiki adta tovább a barátjának, nagybátyjának, unokaöccsének, embertől emberig terjedt, futótűzként. A mai kicsit megfáradt nyugati kereszténységünk ezt is szinte teljesen elfelejtette. Nagyon sok olyan keresztény ember van, aki soha meg se próbálta a hitét továbbadni. A szinte szégyelli, képtelen megvallani, nem tudja mások felé sugározni. Mennyit tanulhatnánk Bódi Magdi erős, sugárzó hitéből, az első keresztények ragyogó, életerős hitéből. Hadd mondjak néhány bátorító történetet azzal kapcsolatban, hogy ez ma is lehetséges. Érettségi után egyből, ahogy abban az időben ez kötelező volt, bekerültem a Magyar Néphadsereg keretén belül a marcali laktanyába. Eleinte az ott töltött hetek borzalmasak voltak. Káromkodás, ocsmánybeszéd, gúnyolódás. Főleg egy katonatársunktól szenvedtünk nagyon. Ő mindenkinek az anyját nagyon csúnyán, borzalmas módon szitta, gyalázta. Nem voltunk ehhez szokva, rendkívül fájt. De ami döbbenetes volt, káromkodásai végén a saját anyját is mindennek elmondta, porba alázta. Egyszer megkérdeztük tőle, hogy miért beszél így, miért szidja a saját édesanyját is. Mire a fiú elmondta, hogy amikor ő megszületett, az anyja úgy, ahogyan volt a kicsi újszülött gyermek, betekerte egy rongyba, letette egy kórház lépcsőre, és ott hagyta. Soha életében azt sem tudta meg, hogy a szüleit hogy hívták. Vezeték nevet is az állam adott neki. Nem tudta meg, hogy vannak-e, kik a nagyszülei, vannak-e testvérei. Egy szál egyedül nőtt föl a világban. Akkor megértettük, hogy ő miért beszél így.
ahol nekünk a lelkünkben az édesanyánk iránti hála és szeretet volt. Ott az ő életében egy hatalmas nagy sebb volt. És ővele történt egy nagyon különleges esetünk a laktanyában az első karácsonyon. Minket, papnövendékeket nem engedtek haza, és őt sem, ő valami félrelépés miatt majdnem mindig büntetésben volt. Így voltunk a 30 fős hálóteremben, 5 papnövendékek és ő. A laktanyában semmilyen karácsonyi ünnepség nem volt. Döbbenetes erre visszagondolni, nem állítottak karácsonyfát. Egyetlen ének el nem hangzott. De este, ahogy a katonatisztek elmentek, tudtunk az udvaron törni egy néhány fenyőágat, valahonnan szereztünk egy gyertyát, és volt 5 narancsunk, ami megmaradt egy csomagból. Ez volt a teljes karácsonyi díszletünk. Leültünk az asztal köré, mi 5 papnövendékek, és énekeltünk karácsonyi énekeket hosszan, szépen, imádkoztunk. És ez a fiú is kicsit távolabbról odaült és hallgatta. És a végén ez egy hirtelen gondolat volt, megfogtuk az 5 narancsot. Odaléptünk hozzá, és odaadtuk neki, mint a kispapok karácsonyi ajándékát. Neki, akitől mindannyian annyit szenvedtünk. És ekkor egy döbbenetes dolog történt. Ez a kicsit durva lelkű fiatalember elkezdett sírni. Azt mondta, hogy ő ilyen ajándékot nem kapott még soha. Olyat kapott, amit az intézetben adtak egyformát mindenkinek. De hogy neki személyesen szeretetből bárki bármit adjon, ez vele akkor fordult elő először. Tudunk-e fényt vinni a sötétségbe? Nem megijedni a sötéttől. Tudod-e bátran megvallani, élni a hitedet? Böte Csaba atya gyakran mondogatja, hogy a sötétséget nem lehet karddal szétkaszabolni. De elég meggyújtani egy kicsi gyertyát, és a sötétség menekül. Tudsz-e te lenni ez a fényesség? Esztergomban tanítottam fiatalokat. Volt egy fiatal lány, aki akkoriban került közel a hithez. A bazilika mellett van egy szakiskola, abba járt. A fiatal lány gondolt egyet, az osztályából szinte senki soha templomba nem ment. Elhatározta, hogy gyakran, szinte minden nap egy-egy osztálytársát, akivel jóban van, meghív a bazilikába. Fölvitte őket imádkozni. Kitalálták, hogy miért, szülőkért, nagyszülőkért, békéért, egészségért. Egy egyszerű fiatal lány éppen akkor kezd keresztényé lenni, és apostola lett az osztályának. Kedves testvérek, nem kell ehhez túl sok. Egy kicsi bátorság kell, egy kicsi szív. Meghívtál-e már valakit is valaha, hogy gyere el velem a templomba, vagy egy zarándoklatra, egy ünnepségre? Tudjuk-e továbbadni a fényt, amit Isten gyújtott bennünk? Egyszer karácsony előtt egy 6 anyuka került utcára. Nem tudták fizetni a lakbért, az energiaszámlákat, és kitették őket az albérletből. Az édesanyja dolgozott, de egyedül a 6 nem tudta eltartani. És hát nagy nehezen találtak egy albérletet, ami teljesen üres volt. Nem volt benne egyetlen bútor sem, csak a falak. Néhány csomaggal hurcolkodtak oda be, egy édesanyja és 6 kicsi gyerek. Össze is szorult a szíve, milyen karácsony lesz ebből. És akkor 2 karácsony előtt, az albérlet előtt megállt egy kicsi teherautó. 2 férfi szállt le róla, és elkezdett
mindenfélét bepakolni ebbe az üres lakásba. Székeket, asztalt, ágyakat, kis szekrényt, rengeteg ennivalót, evőeszközöket, fenyőfát, díszeket, sőt még ajándékokat is. Az asszony döbbenettel nézte, megkérdezte, kik maguk? Honnan jöttek? Honnan ismernek minket? Miért teszik ezt? A két férfi a nevét sem volt hajlandó megmondani. Visszaszálltak a teherautóra, elmentek. Az asszony döbbenettel áltott, nem akarta elhinni, hogy ilyen emberek még léteznek. Két héttel később csöngetett a plébánián, és azt mondta, hogy eddig nagy nyomorúságban éltünk, állandó probléma és nehézség között. De karácsony előtt történt velünk egy nagy csoda, máig nem akarom elhinni. A hadgyerekemet nem kereszteltettem meg, nem is gondoltam rá. Küzdöttem a túlélésért. De úgy érzem, hogy amit kaptam, az valahonnan föntről jött. Keresztelje meg a hadgyermekemet. Kedves testvérek, élők-e a plébániáink? Észrevesszük-e a szegényt? Tudunk-e adni? A szeretet örömhírét szeretettel lehetne átadni. Valahogyan úgy, mint Bódi Magdi tette. Szegény fiatal munkáslányként. Szinte más sem tett, mint segített és adott. A semmiből is adott. Hiteles-e a kereszténységünk? Vagy elkényelmesedett, ellustult, önzővé vált. Hadd mondjak el még egy esetet, ami egy családban történt. Egy nagyon vallásos férfi, intelligens, mérnök, ember, sportos, rendkívül tisztelettudó, és hát nagyon mélyen élte is a hitét, igen gyakran hétköznap is misére ment. Óriási szerelemre lobbant egy abszolút nem hívő fiatal lány iránt, aki egyébként szintén nagyon intelligens, szimpatikus volt, de benne óriási falak voltak a hittel, a vallással kapcsolatban, majdhogy nem utálta, gyűlölte. Soha templomba nem ment volna be. Rendkívül negatív véleménye volt mindarról, ami egyházzal kapcsolatos. A férfi eleinte próbálta a kedvesét, később menyasszonyát valahogyan hívogatni, vonzani, de látta, hogy óriási falakba ütközik. Nem lehet ezt a dolgot erőltetni. Így házasodtak meg templomban, abban az időben nagyon ritka volt ez, különleges engedéllyel, úgyhogy a feleség meg sem volt keresztelve. És eltelt körülbelül egy év a házasságukból. Templomról, vallásról, Istenről nem esett szó. Közöttük a férfi tudta, hogy ez egy érzékeny téma, nem erőltetheti. És egy évvel az esküvőjük után egyszer csak a feleség odalépett a férfi elé, és azt mondta neki, szeretnék megkeresztelkedni. Férfi teljesen megdöbbent, kérdezte, miért? Mire az asszony azt mondta, amelyik vallás ennyi jót tud kihozni egy emberből, mint belőled, a te hited, az a vallás engem érdekel. Kedves testvér, világít-e a hited a családodban? Át tudod adni gyermekeknek, unokáknak? Sugárzó-e az életed? Egy gyermeket elsősorban nem szavak nevelnek, hanem a szülők lénye. Amilyen a szülő, az sugárzik át a gyermekbe. És egy gyereknek a legalapvetőbb élménye, a legerősebb, ami a szülei életéből ő ráhat, az a két szülő egymás iránti kapcsolata, szeretete.
Ez adja meg egy otthon alap hangulatát. Egy gyerek erről másolja később az összes többi kapcsolatát. Ez az első tapasztalata a világról és az életről. Ha egy kisgyerek azt élheti át, hogy otthon dolgokat ki lehet mondani, a másik megérti. Ha valami kicsit félre sikerült, nem tragédia. Túl lehet rajta lépni, meg lehet bocsátani. Ha azt látja, hogy a szülei boldogok, akkor azt érzi, hogy szép a világ. Érdemes élni, kinyílik a lelke. Ha egy gyerek az kénytelen otthon átélni, hogy fölösleges akármit is mondani, a másik úgyse érti. Minden szőnyeg alá van söpörve. Mindenkiben óriási görcsök vannak. A szülei boldogtalanok. Akkor a gyerek is begörcsöl és megijed. Régi mondás, de nagyon igaz, hogy egy apa úgy szereti legjobban a gyermekeit, ha gyermekei anyját szereti. És egy édesanya úgy szereti legjobban a gyermekeit, ha gyermekei apját szereti. Egy szép házasság a legnagyobb ajándék a gyermekeknek, olyan, mint a napfény, ami sugárzik rájuk. Életerőse a hitünk? Sugárzik-e? Tudjuk-e továbbadni? Valahogyan úgy, ahogyan Bódi Magdi tette. Tudjuk elvinni a sötétségbe is, átélni, hogy amikor az életünk hajója, vagy a történelem hajója viharba keveredik, amikor sötétség van, akkor is Krisztus ott áll mellettünk. Ő legyőzte a bűnt és a halált. Ő a föltámadás és az élet. A világ akkor is az ő tenyerén van. Nekünk is mondja, ugyanúgy, mint az apostoloknak, bízzatok, én vagyok.